Katót még nem láttunk a mai napon. Valóban így van, és én vártam is egy ilyet. Én is. Örülök, hogy itt befutott. Hát ez... Szerintem a legjobb kor. Hát ez nagyon durva volt mindenféleképpen. Nos, hát várunk a srácokra, hogy kikérjük a meccset igazából, de és már érkezik mi is. Úgy, mi is hogy... csatlakozunk, megyünk is, jöhet a meccs. Na, és itt vagyunk az új arénában. Patrik nevetett egy jót, Ádám pedig... Hallottad már ennek az arénának a hangját egyébként? Nagyon érdekes. Uh-huh. A zené mondjuk... egész más, mint a többi. Más, de nekem tetszik. Szerintem az egyik legjobban kinéző aréna. Hanem a legjobban kinéző aréna. Ezen most sokat dolgoztak a srácok. Hát nagyon, nagyon, de nagyon jól néz ki. Érdekes kezdés. Ebből most mi jön ki? Igen, jó kis gárc. Fogja ott azért rendesen. És a Betzel is azért elég jó kis counter tudott összehozni. Na nézzük csak, hogy Ádám ezen is. Korán volt az a log. Jajjaj, elektrovizált. Szépen mentett az elektrovizárdal. Amúgy én azt hittem, hogy vagy elixírja nem marad, vagy egyszerűen az a log az teljesen egy elkésett mozdulat volt. De pont jó volt. Hát ez így volt, mert már az ellenfél is elhitte, hogy találata lehet. Van, beleérte magát szerintem, és közben mégsem tudott érdemileg sebezni a torony. Na, ez egy érdekes harc lesz, Pekka versus Mega Knight, szerintem egyértelmű, ez ki fog felülkerekedni. Viszont amúgy én azt gondoltam, hogy egy Pekka egy picit hátrébb maradt volna, akkor talán beleszpesselt volna a toronyba Mega Knight. Kettőt tudott volna ütni. Akár. Ami azért sok temüs lett volna mindenféleképpen, viszont ott érkezik a counter az Inferno Dragon. Közben valójában látom egy Royal Ghostot, amit eddig nem láttam, hogy ott van. Csak azt láttam, hogy a gárcot leraktam. Hát figyelj, annyira láthatatlan, hogy te se vetted észre. Igen, pontosan. Nem, ez csak kifogás, nem szeretek kifogásokat keresni. Ott volt, csak nem figyeltem. Igen, nem mindig veszük őket észre, olyan gyorsan eltűnnek, vagy károkat hát, okoznak. Hát, ja, főleg ugye ez ilyen kékes, amikor eltűnik, és az arén elég kék. Úgyhogy beleolvad a környezetébe. Beleolvad a környezetbe, igen. Na hát, Ádám nagyon sok Skeleton barát nyomat igazából Patrikra, de hát ugye, hogyha jól nyomja a logot, most akkor... Jó, most egy jó log most, jó, most már nagyon odafigyel rá, mert akár az végzetes is lehetett volna az a push ott a legelején. Már a legelején is meccsdöntő lehetett volna, hogyha betalált, de aztán... Mégsem. Ugye láthatjuk, hogy egy picit előnyben van Patrik, olyan 400 damage-el nagyjából. Viszont ugye érkezik Patriktól ugye a Pekka, szerintem Ádámtól itt Ádám pedig... egy komoly counter push-t tud összeépíteni, ha... Hát, ha a Pekkát sikerül megölnie. Na hát ez a Miner az egész jót fog tudni damage-elni, de az nem lesz de elég. De a Pekka visszamegy és elintézi. Igen, pontosan. És a tökéletes log Patriktól, úgyhogy még a tornyot is eltalálta. Két Inferno Dragon azért wow. Ez már mindenképpen fájni fog. Már csak egy. Elektrovizárd. Elektrovizárd megfogja a Becebotban. A Royal Ghost a tornyon egy hit, két hit, és a harmadikra már nem volt energia, viszont... Na ez szépen felépített volt. Ezt a push nézzük csak, hogy Patrik hogyan fogja megfogni. Hát Pekkával az egyértelmű volt az egyik részét. Szerintem érkezik a log nem sokára. Igen, érkezett is. Tökéletes defense igazából. Egy Bec még ott van. Igen, és a torony pont nem érje. Hát az most így... megy utána, nem tud mit csinálni. Hát nem. Viszont Patriknak még egy kártyát nem láttuk, ami lehetséges. Rolyákoztátoson az egész alatt. Wow, én ezt nem is vettem észre, de jó. Szerintem az valamilyen spell lesz az utolsó kártya, és látta ezt az elektronizárat újra tele, hogy a Skeleton még szét sem mentek a Skeleton barából. Tehát abban a másodpercben, amikor szétment volna. Még szét mennie se volt. Ja, nem is látszott akkor az animáció, tehát azt már nem hagyta. Nem is látszott, hogy itt... Ez ugye tudod, hogy azt is jelenti, hogy majdnem rosszkor. Igen. Hát igen. Az NM-nél nem szabad kicentizni a dolgokat. Most nagyon ki volt. Tökéletes Miner! Szerintem log és poison range-ben van, de nem tudjuk, hogy a Patriknak mi az utcsó kártyája. Én a poison-re tippelném, mert van minerje is. Miner poison az úgy együtt jár, és ott a poison is. Úgyhogy már csak egy logra van szüksége. És Patriknak is megnyert az első mérkőzést. Az vagy a Royal Ghost-tal nem kérdés. És ott és is nem. Van. Nem, egy log kell, vagy az elektromizált, de! A Miner megfordult, ugyanis ezt a gárcokat túl hátulra rakta le, de szerintem nem ezen volt volna. Előbb-utóbb úgy is leszette volna ezt a tornyot. Egy a lényeg, Patrik él a meccs. Patrik 1-0! Ádám, ugye nem. Fel kell kötni a gatyáját. Mondjuk még azért annyira nem, még innen simán lehet fordítani. Még van lehetősége természetesen. De azért az első meccset elveszteni mindig a legrosszabb, mert ilyenkor mindig hátrányból indulsz, és hátrányból visszahozni mindig sokkal nagyobb stressz. És... Ja. Egyetértek, én is mindig akkor vagyok a legnagyobb stresszben, hogyha egy challenge-ben már van két lúzom. És akkor igen. Még úgy kéne megnyernem három amúgy az a vicces, nekem akkor szokott a legjobban, mert amikor van két lúzom. Hát
Akkor nem tudom, de akkor úgy az ember nem az ideg állapotba jön, de egy kicsit izé, úgy... Nem veszítetek, meg nem is akarsz, ugye, mert veszesz, akkor kiesel, kész, vége. Hú. Velem a múltkor ez volt a 2v2-ben, ott eljutottunk két lúzig, és a végén be tudtuk húzni klántással, ma nagyon jó volt. Az is, és már is érkezik a következő mérkőzés. Ami reméljük, hogy szintén ugyan nagyon jó lesz. Én is bízom benne. Az előző után szerintem itt is sok izgalom várható. Igen, Ádám kezd egy goblin háttal. Hát azt megfogja egy pattik. Goblin hát ez gengel. Jó. Viszont abban a goblin hátban nem is kell sokat sebezni. Annyira. Érkezik a goblin barrel. Én abban nem voltam biztos, hogy ez a toronyra fog-e teljesen menni. Aha, hát mert lehetett volna a juke barrel kicsit hátra tehette volna, akkor lehet, hogy a zap is félre megy. Ujjajaj, Ádám spawnerezik, viszont mind a kettő külön oldalra megy. Tehát jobbra megy a goblin, balra pedig a barbár. Hát ez érdekes stratégia. Valóban. De nem sokon múlt egyébként, hogy egy irányba tartsanak. Nem, ez lehet, hogy véletlen volt amúgy. Én azt is el tudom képzelni. Ójjaj, Flying Machine kiszniperolja magának a Princess. Nem! Úristen, időben rakta le azt a becceket. Wow, a becek miatt Princess ugyanúgy teljesít, mint eddig. Amúgy az ilyen zepény decknek konkrétan lehetne az a decknek a neve is, hogy Save the Princess. Tényleg, meg itt meg a Princess-t akarja mindenki megne. Igen, tehát hogy a Princess minden áron túl kell, meg kell menteni, mert ugye sok Princessünk van, akkor ugye ezt mindig lovozni kell, és az nagyon idegesít az úgy az ellenfelünknek. Olyan, a Royalgos követi! Ezt a azt hittem csapás. Majd, hogy hátrafordul a levegőben a Royalgosra. Az durva lett volna. Ez a Save the Princess, és ezt Mario lájkolja. Hát igen, igazából Mario-nak is ez a dolga, hogy megmentse. Ami kicsit elgondolkoztam már, mert az egyik évfolyamtársamat Mario-nak hívják, mondom. Ja, mondom, és azért gondolkodtam, hogy mi? Ja, így már értem. Igen. Igen, ez szándékosan volt fájdalmas. Az a baj, nagyon hozzá vagyok ezekhez edződve, szóval nekem jó, nem én is értettem, meg. Én is értettem. Csak mindenki először, másnak. Gondoltam, mondom, itt sincs meg, most miről beszélsz igazából? Na de, foglalkozunk ott a játékkal. Hát ez a Flying Machine, ez nem volt sok életű. Továbbra is a Princess azért ott. Mi az a Goblin Barrel jobban, amikor balra támad? Ezt Parti. Én sem tudom, hogy most azért, mert mondjuk, ha balra dobta volna, akkor ugye ott a két spawner szerintem pillanatokon belül alatt leszette volna. Biztos, hogy jobb benne. Na, ez egy szép defense volt Patricktól mindenféleképpen. Azért már sok kárt tudott vele okozni, de olyan jelentőset nem. Nem. Érkezik egy Goblin Barrel, amivel már átvette a jobb oldali torony a vezetést, úgymond a Dimitben, tehát hogy most már inkább arra fog fókuszálni szerintem. Könnyen elképzelhetőnek tartom, de azért mindkét oldalon vannak veszélyek. Igen. Zeppelte most a Becet, és ott adta a Princess, és betargetelte a Flying Machine a tornyot, ami szerintem itt ebben a helyzetben nem volt jó. Mert itt túlélte a Princess. Nem volt jó neki semmiképpen. Mondjuk én most úgy néztem, hogy melyik oldalra jó, meg az egyik oldalra jó, de a másikról nem. Igen, na most már két Princess, és megint megmentette a Princess-t át. És pont lenne annak a poison hatókörében. Hát, Ádám, igen. Ez szép volt, mindenféleképpen. Szép elég trade volt, nagyon pozitív a végeredmény. Hát jó, csak azért az a Princess az elég sok mindent leszeret, mielőtt megölték. Mert ugye ez már régóta ott igen, van. Igen, ez így van. Nagyon szép megállt a toronyra. 1100 alatt van, yes. Mi lett Patti Kucsó kártyája? Érdekes. Oh, ne, az a Canon kár. Az a Canon kár, azért nagyon kár volt. Igen. És talán azt mondhatjuk, hogy Ádám mind a két toronyban elég sokat sedzett. Szóval Patrikra nagyon figyelnie kell, mert akár két tornát is le tudnál szedni, viszont 600 életet már nem olyan sok. Úgy látom, most azért mindketten mindkét toronnyal foglalkoznak, bár aha, Patrik az utolsó. Érdekében a jobb toronyán. Mondjuk csinálhatja azt a Patrik, hogy lerak egy Princess-t a folyóhoz, és akkor a tornyot beterget. De mondjuk spawner decke van Ádámnak, szóval lehet, hogy ez nem sikerülne. Nem nagyon működne, rengeteg kártyát tesz állandóan, szóval másodpercek alatt tudná. Na, érkezik a Goblin Barrel, és Guards ezt előre dobta, és zeppelte, és egy picit sikerült damage-elni, de sok kicsi összeadódik. Amúgy azt hittem, hogy az Ice Golem is bele fog robbanni, de pont nem. Pont nem volt benne. Tökéletes Flying Machine counter, viszont azt a Canon kártot, ó, jassz. Ajaj. 7x szíred van, Patrik, csinálj valamit, csinálj a Canon kártot. Jó. Canon kártot leszette, de azért ezt jól tette, mert nagyon fájt volna, hogyha most ezzel nem kezdte. Elhasználta a kártot, ejtette vele, hogy le fogja rakni a Goblin Barrel-t, és később rakta le, és megnyerte a meccset. Bevitte a végső ütést ezzel. Ez szép volt. Ádám teljesen elhitte, hogy le fogja rakni a Goblin Barrel-t, le is rakta a Guardsot előre, és várt.
várt, és akkor elmentek onnan. Bum, Goblin Barrel, és ezt, ezt mondtam neked a meccs elején, hogy, hogy ezzel szoktak játszadozni ilyenkor, hát, hogy eldobjam, hova dobjam, mikor dobjam. Konkrétan egy counterja volt, ami szinte teljes counter Ádámnak, az a Guards. Ami ugye, hogyha lerakod egy picit előbb, és pont előre sétálnak, akkor tökéletes counter, és teljesen elhitte Ádám, hogy le fogja rakni, és nem rakta le végül, és ez a köszönhető Patik győzelme. Na ez a meccs azért ott volt a szegen. Hát ez nagyon ezt, ott volt. Ezt is mondhatjuk az előző után is. Nagyon kiegyenlítette játszanak a srácok, és úgy látom érkezik is a harmadik mérkőzés. Na is sikerült. Ami ugye lehet, hogy az utolsó mérkőzés is lesz, ezt nem tudhatjuk. Ezt így előre nem lehet megmondani. Azért az elég durva lenne itt a további utásnál, hogy Patik 3-0 elver is Ádámot. Én még azért Ádámtól számítok meglepetésre. Igen, azért eddig nagyon jól játszott mindenféleképpen. Az durva lenne mindenféleképpen. Figyelj, azért mondom ezt, hogy simán lehet még bármi, mert igazából a meccsek nem egyértelműen győzelemmel dőltek el, mert azért ezek alá mindig le tudtak menni mindkét oldalon, mindketten. Nos, hát Patriktól elektrovizárdot láthatunk, Ádám pedig spittelte a Goblin genkét. Én az elején, nagyon hiányoltam az elektrovizárdot a nap elején, sehol nem láttam, most viszont azért így megjelent a vége felé. Igen, viszont ugye jól gondolta Patrik, ugye elhasználta a Goblin genget Ádám, szóval biztos nincsen több spam limit, úgyhogy simán elhasználhatta a minert, és ezt jól is tette, és ugye a Goblin paralelen pedig ott volt a logja. Ez nagyon Patrik felé görgül, mert ugye nem tudom, szóval ez Patriknak sokkal nagyobb előnye van. Most ebből nagy előnyt Kovácsolt, igen. Pekka, ugye ott van Ádámnál a Goblin Barrel, és nála pedig ott van a log, ami ugye először meccsen nem volt Ádámnál, úgyhogy... Ádám megint menti a Princess, ahogy igen, csak igen, ez hol csinálja, viszont... Logézzep! Az ugye ez... kifejezetten szépséges földön és levegőben. Igen, igen, úgyhogy... Szerintem, hogyha itt Patrik nem rontál valamit nagyon drasztikusan, akkor ezt a meccset ő fogja megjelni a deck alapján. A deck alapján igen, viszont most sok elixírt költött az előbb. Mégis egyenlőben vannak, de... Igen. De mégis a Miner, Mega Knight, az teljes counter, egyesi tudod beleütni a toronyba. Viszont ott a Pekka Patriknál, szóval... hát igen. Ezzel a Princesszel nem fog sokat élni igazából a Pekka ellen. Hát, az teljesen halott ugye ebből a szempontból, és le fogja szedni a Princesst is. Royal Ghost baloldalt. Már is megy. Na, azért én már kezdtem félni egy pillanatra, mert is. Nem sokon múlt, hogy letegye. Viszont az a Pekka az most elég fájdalmas lehet, hogyha nem ott az Inferno Dragon azért igen, viszont tudtam, hogy le fogja rakni az elektrovizárdot, egyszerűen éreztem, és ott a Mega Minion is. Viszont ez szép volt a Mega Knight, meghalt az elektrovizárd. Tökéletes, viszont ugye szerintem ez nem is kell semmit elhasználni ez a Mega Knighthoz. Szóval ez... És éppen lecsapott a Mega Knight. Ezt azért szép. Szeretjük így látni, amikor az utolsó pillanatban tud valamit produkálni. Szép volt, nagyon szép volt, és át is vette ezzel a vezetést Ádám igazából. Ugye nem eddig is vezetett 1800 élet, bocsánat. Igen, most egy picit elmondhatjuk, hogy Ádám már jobban állt. A meccset, de mégis Ádám vezet. Egy picit. Tényleg egész ügyesen használja ki, hogy a Pekkával leszámoljon. Igen, és hát ez nagyon ügyes Patrik, és egyszer nem használt el a logot, amikor ugye tudta, hogy van Goblin Barrel az ellenfelének, direkt nem. Erre tartalékolja szerintem, kifejezetten nézi mikor dob, és mint egy automatizmus már dobja is be azt a logot. És érkezik egy Miner Patriktól, ugye most használt el a Goblin Ganget, szóval biztos nincsen Minerje. Szóval most használt el a Goblin Ganget, tehát hogy biztos nincsen counterje a Minerre. Láttad az előbb itt művelt a Royal Ghost? Elég csúnya dolgokat. 1600, észre se vettem amúgy, csak utólag. Nagyon durva. Szép volt, újjaj, elektrolizált baloldalt van, érkezik a Miner is, viszont van most Goblin gengje. Újjajjaj, ups, igen, Ádám is írja az upsot, ugyanis most túl sok damage-et engedett, de viszont azt jobb oldalt szerinted ki tudja védeni, Patrik? Ami ott jobb oldalon jön, az tömény fájdalom, de az a baj, rá fog targetelni most nem már. A Pekkel a targetes, de az Infidragon, igen. Ez is volt a baj, megveszed a tulaj meg az Infidragont lövi, látod? Igen, az se az ő marmára hajtja nem. A vizet. 2 perc van hátra. Miner, Zeplog és Patrik, még Poisonja is van szerintem, ez a mérkőzés teljes eldölt. Még egy Poison is nyert. Hát akkor valószínűleg Patrik lesz Miner, további tőle. Vagy Poison Log. Hát azt mondom, hogy ha nagyon nem rontál valamit itt Patrik, akkor ugye akkor ő fog nyerni. Ez a Log, látta, hogy ez nagyon hátulra ment igazából. Elektrovizált, tökéletes. Érkezik a Miner. És mindjárt érkezik a Poison. Talán nem is, talán Log lesz. Lehet, nem is kell. Nem. Zen.
3-0-ra nyert Patrik, ami azt jelenti, hogy Acsi mellett Patrik King X lesz az, aki képviselteti hazánkat a döntőben. Gratulálom, Patrik! 3-0-ra elverni valakit itt, ez nagyon komoly teljesítmény. Itt a végjátéknál szinte, az már azért úgy... Ez nagyon szép volt.